Az úthengerek egy része már a parkolóban pihen, de az útfelújítási munkákat jelző táblák még ki vannak téve Nyírpazonyban. Több pluszos forrásból, mint egy 68 millió forintból 1,6 km hosszan újul meg a Vasvári Pál utca egy szakasza. A fejlesztés részeként a burkolat kopó rétegének újraaszfaltozása és 1 méteres szélesítése is megtörténik. A munkák folyamatosan zajlanak, jelenleg 80%-os állapotban van a beruházás. Műszaki tartalmát tekintve úgy néz ki, hogy egy 5 méteres útszakaszról volt szó szélességét tekintve, bővül 1 méterrel, és így 6 méter széles lesz, illetve az útparkával szükségszerűen. A 6 méter szélesség pedig lehetővé teszi azt, hogy felezővonal lesz felfestve az útszakaszon, és talán azt várjuk, hogy biztonságosabb legyen a közlekedés ezen a részen. Egyébként a Vasvári Pál utca az a településnek az egyik legforgalmasabb utcája. Végeztünk már forgalomszámlálást, vannak olyan időszakok, különösen a 4 órai, amikor iskolából hozzák a gyerkőcöket. Egy olyan 250 autó halad el az útszakaszon egy óra alatt, úgyhogy az leterheltséget tekintve település szinten az nagyon-nagyon magas számnak számít. Az útfelújítás szeptember elején kezdődött, és a tervek szerint októberben le is zárják a beruházást. Már csak a kocsi bejárók egyeztetése van folyamatban, hiszen vannak olyan szakaszok, ahol magas a szintkülönbség. De más projekt is kivitelezési szakaszban van. A településen lévő sportcsarnok épülete a vonatkozó hőtechnikai követelményeknek nem felelt meg. Legalábbis eddig, most egy top pluszos pályázat teszi lehetővé a korszerűsítést. Energetikai pályázatról van szó, amely egy 40 kW-os napelemrendszernek a telepítését és összesen 5 darab hőszivattyút, 80 kW-os teljesítményű hőszivattyúknak a telepítését tette lehetővé. Szintén kivitelezési szakaszban van a pályázat, és úgy gondoljuk, hogy az utas topos pluszos pályázatunkhoz hasonlóan októberben le tudjuk zárni, és akkor megkezdhetjük az elszámolást magával a pályázati összeggel, amely nagyságrendjét tekintve 58 millió forint. Az önkormányzati fenntartású épület költségeinek 90%-át a fűtés teszi ki, hiszen maximális kapacitással üzemel a csarnok. Délelőtt az iskolások tartják itt a tornaórákat, délután és hétvégén pedig foci, kézi és kosárlabda edzései vannak a helyi és környékbeli csapatoknak. Egy napot hagy emeljek ki magának a nulla fokos, egy fokos időjárás esetén. Ahhoz, hogy a tornacsarnokban 18 fokot, 19 fokot tudjunk biztosítani, nagyságrendileg körülbelül egy olyan 50 ezer forint értékű gáz fogyott el, akkor, amikor a gáznak az ára 1000 forint per köbméter volt, tehát olyan 50 köbméter nagyságrendű volt a fogyasztása. Természetesen ez most már ez a helyzet konszolidálódott, és nagyságrendileg kevesebb a gáz köbméterenkénti ára is, de egy olyan 20%-os költségmegtakarítást várnánk a tornacsarnok esetében, amennek olyan 12 millió forintos hatási kiadása. Így a SZIKE, vagyis a Szabolcsi Ifjúsági Kézilabda Sportegyesület is komfortosabb és költséghatékonyabb körülmények között tudja majd itt tartani az edzéseket.